Nagy tisztelettel köszöntöm a Béres TV nézőit. Elmaradt a címvédés a közép-európai kupasorozatban, miután a Bérese nem utazott el a csehországi Mevza Kupa 4-es döntőjére. A következő percekben a sorozatban kialakult krízishelyzetről lesz szó. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt Dobi Edina, a csabai együttes csapatkapitánya emelhette magasba a közép-európai liga győztesének járó trófeát, miután a Bérese a fináléban 3-2-re legyőzte a cseh Olmütz gárdáját. A Viharsarki klub idén ismét hazai pályán szerette volna megnyerni a sorozatot. December végéig az egyesület egyedüliként adott be érvényes pályázatot a rendezés jogára. A Bérese 2019. január 21-én tette közzé Facebook oldalán a hivatalos nyilatkozatot, hogy újra Békés Csaba ad otthont az eseménynek. Mint írták, a tavalyi rendezvényt minden idők legnívósabb Mevza 4-es döntőjének titulálták Európa szerte, így több oldalról is kaptunk jelzéseket, hogy szeretnék, ha a Bérese kandidálna 2019-ben is. Sokat gondolkoztunk kollégáimmal, hogy idén belevágjunk-e. Végül úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Sikerült egy olyan projektet alkotnunk, amely elnyerte a döntéshozók tetszését. Újfent bizonyítani kívánjuk, hogy Békés Csaba egy remek hely, ahol az emberek szeretik a sportot, a röplabdát, illetve a tavalyihoz hasonlóan rengeteg vendéget várunk szerte Magyarországról és határon túlról is, mondta Baran Ádám, a Békés Csabai Röplabda Sport Egyesület elnöke. Ezt követően a Bérese egyik esti edzésén a klubelnök személyesen jelentette be a játékosoknak, hogy idén hazai környezetben játszhatnak a sorozat 4-es döntőjében. Majd napra pontosan egy hónappal később, február 21-én kezdődött a bonyodalom az esemény rendezése kapcsán. A csabai klub közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben a következő állt, idézem. A klub elkezdte a szervezést, jelentős energiákat mozgatott meg, hogy a tavalyihoz hasonló nívós eseményt prezentáljon. Ami ezt követően történt, az teljesen szembe megy az európai normákkal. A bécsi Mevza központ elnöke Karl Hansl, valamint a sorozat lebonyolításáért felelős Nejc Zemiak utólag mindennemű elnökségi felhatalmazás nélkül igyekezett módosítani a feltételeken és az időponton. Karl Hansl és Nejc Zemiak újabb kiírt pályázati felhívás, és az érintett klubok tudta nélkül odaadta a rendezés jogát az Olmütz csapatának, annak ellenére, hogy mint utóbb kiderült, a Békés Csabai Röplabdasport Kft. Adott be a nőknél egyedüliként határidőre érvényes pályázatot. Január végén előkerült valahonnan egy másik pályázat, amiről annyit tudunk, hogy körülbelül olyan, mint Kalambó felesége, hogy mindenki beszél róla, de még senki se látta. Ez alapján végül a Mevza bécsi központja nem is teljesen legálisan, mert az elnök és a főtitkár személyes döntése alapján odaítélték a rendezés jogát az Olmütznek, miközben ez csak a Mevza vezető bizottsága tehette volna meg. Mivel a Mevza elnöke semmiképpen nem volt hajlandó tárgyalni a 4-es döntő rendezését illetően, így a Bérese vezetősége jogi útra terelte az ügyet. Vészesen közeledett a márciusi Final Four, azonban úgy tűnt, hogy a rendezés jogát sportszerűtlenül megszerző Olmütz csapata nem biztosít megfelelő körülményeket a torna lebonyolításához. A csabai klub ennek ellenére sokáig amellett volt, hogy elutazik Csehországba és pályára lép a 4-es döntőben, fogalmazott az egyesület elnöke. Baran Ádám azonban kiemelte, pár nappal a döntő előtt sem kapott megnyugtató válaszokat a torna megfelelő lebonyolítását és hátterét illetően, így a klub visszavonta a részvételt. Nem kaptunk edzésidőpontot a szállásra, étkezésre és egyéb körülményekre vonatkozó kiírások, hát egy középkategóriás utánpótlás versenynek feleltek meg, és emiatt mérlegeltünk a klubmenedzsmenttel, illetve a szakmai stábbal, és azt a döntést hoztuk meg, hogy méltatlan körülmények közé nem szeretnénk menni, ezért a csapat nem utazik el a hétvégén a Final Four-ra.
Itt azonban még nem volt vége a botránynak, miután a BRS-e hivatalosan is nyelezte a MEVSA vezetése felé, hogy nem vesz részt a döntőben. A cseh házigazda kezdeményezte, hogy a BRS-e Olmütz meccs elmaradása miatt automatikusan ők kerüljenek a döntőbe. A másik két együttes, a Maribor és a Zágráb csapata azonban azt javasolta, hogy körmérkőzéssel döntsék el a finálé párosítását. Ez nem tetszett a házigazda Olmütznak, így a sportszerűséget félretéve bejelentették, hogy ők és a Maribor vívják a döntőt, és a Mladost Zagreb csapata nem vesz részt a tornán. Ezt követően a horvát együttes közzétette weboldalán, hogy a cseh csapat öntörvényűen csak a saját érdekeit nézve intézi a torna ügyeit, és ennyi sportszerűtlen tettet tapasztalva ők sem utaznak el az olmützi tornára. Így végezetül az előzetesen kétnaposra tervezett négyes döntő egynapos kettős döntővé alakult át. Az Olmütz és a Maribor vívott meg a fináléban, s mindössze 150 cseh néző előtt a házigazda győzött 3-1 arányban. A sorozat körül kialakult botrány jelentősen ronthatja a kupa nívóját, hiszen a MEVSA vezetősége képes volt szembrebben és nélkül végignézni a történteket. A sorozat jövőjével kapcsolatban Baran Ádám elmondta, nagy reformokra van szükség a közép-európai kupába, s véleménye szerint a jelenlegi vezetés nem alkalmas arra, hogy ilyen sorozatot kézben tartson. Hivatalos levélben is jeleztük a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára részére, hogy a jövő szezonban kizárólag abban az esetben vagyunk tárgyalóasztalhoz leülni a MEVSA képviseletével, amennyiben a jelenleg regnáló elnök, illetve az elnökség feláll. Erre vonatkozóan vannak már kezdeményezések, de a jelenlegi körülmények között eszünk ágában sincsen még tárgyalóasztalhoz sem ülni ezzel a szervezettel, és ezt nagyon sajnálva mondom, mivel az elmúlt 4-5 esztendőben nagyon komoly energiákat fektettünk abba, hogy ez a sorozat működőképes legyen. A klub elnöke hozzátette, továbbra is harcolni fognak igazukért, és a sorozatban szereplő többi együttessel konzultálva szeretnék megreformálni a MEVSA kupa lebonyolítását, működését. Olaszországban ért véget a Csabai Lányok nemzetközi menetelése. A BRS-e a Busto Arsizio együttesével vívott meg a CEF kupa elődöntőjében. Habár a sorozat vereséggel zárult Molcsányi Ritaék számára, szomorkodniukuk nincsen, hiszen tisztességesen helytáltak az olasz tárcsapat ellen. A Csabai Lányok március 5-én Olaszországba utaztak, hogy a CEF kupa elődöntőjének második mérkőzésén küzdjenek meg az olasz Busto Arsizio együttesével. A két csapat első találkozóján 3-0-ás olasz siker született, így a házigazdának két szett győzelemre volt szüksége a döntőbe jutáshoz. A sötétkékmezes csabai gárda a visszavágó első szettjében sokáig szoros küzdelmet vívott ellenfelével. A hajrá azonban a hazaiaké volt, az olasz gárda 25-22-vel megszerezte a vezetést. A második játszma vége már nem volt annyira kiélezett. A piros szerelésben játszó Busto Arsizio 25-18-al 2-0-ra alakította az eredményt, ezzel pedig bebiztosította helyét Európa második számú kupa sorozatának döntőjében. A harmadik szettnek így már nem volt különösebb jelentősége, de a nézők jól szórakozhattak, hiszen a házigazda kabalállat szint vitt a mérkőzésbe. Ezt követően azonban hamar elillant a jókedv a Palayamamay arénából, hiszen a csabaiak fiatal ütője Szedmák Réka rosszul érkezett egy támadás után, és súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. Az olasz csapat 25-11-re nyerte a zárójátszmát és 3-0-ra diadalmaskodott. A Csabai Lányok nemzetközi szereplése így véget ért a 2018-19-es szezonban. Ám nincs oka szomorkodásra, hiszen az elődöntőbe jutással klubtörténelmet írtak és beállították a Vasas 1996-ban elért sikerét. A BRS-e egy héttel később, március 14-én a Vasas Óbuda együttese ellen játszotta a Magyar Bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzését. A találkozónak nem volt tétje, hiszen a fővárosiak korábban bebiztosították elsőségüket, míg a Csabai Lányok a harmadik helyen végeztek. Így az összecsapás leginkább a rájátszásra hangolódásról szólt. A kékmezes viharsarki együttesből Nikoletta Perovics, Pekárik Eszter és Szedmák Réka hiányzott sérülés miatt. Paul Bogdan együttese ennek ellenére lendületesen kezdett és sokáig vezetett az első szettben. A hajrában a fehérmezes vendégek fordítottak és 25-21-es állással megnyerték a nyitójátszmát. A BRS-e hasonlóan kezdte a második felvonást, mint az elsőt.
A házigazda folyamatosan növelte a különbséget és már 7 egységgel is vezetett. A hajrában ugyan csökkent a különbség, de Molcsányi Ritáék így is magabiztos játékkal kiegyenlítették a mérkőzés állását. A harmadik játékrészre mindkét vezetőedző változtatott az összeállításon, így a fiatal játékosok több szerepet kaptak a folytatásban. A Vasas a szett végén jobban koncentrált és 25-20-szal újra vezetést szerzett. A negyedik etap is fordulatos csatát hozott, azonban a végén megint a fővárosiak voltak pontosabbak, és 25-21-re nyerték a szettet, így 3-1-re diadalmaskodtak. It was a tough week, and everybody is very tired, but... Egy kemény hét van a hátunk mögött, mindkét együttes fizikailag leterhelt állapotban játszotta le a találkozót, hiszen a Vasas és mi is a rájátszásra készültünk, és hosszabb, intenzívebb tréningen vannak túl a lányok. Ez a találkozó arra volt jó, hogy a fiatalok is lehetőséget kapjanak, és felmérjük, hogy miben kell még javulnunk a Nyíregyháza elleni elődöntőig, fogalmazott a BRS-e vezetőedzője. Xenia Ivanovic szerint ez a találkozó jó felkészülést jelentett a bajnokság legfontosabb szakaszára. Az edzőnk ezen a mérkőzésen lehetőséget adhatott a fiatal játékosoknak, így mindenki pályára lépett. Ma Nikoletta Perovic nélkül küzdöttünk, én játszottam a helyén, ráadásul már 2 éve nem szerepeltem ütőposzton. Sokat változtattunk a játékunkon, sok dolgot kipróbáltunk és sokat tanulhattunk ebből az összecsapásból. Továbbra is a fő célunkra koncentrálunk, ez pedig a bajnoki elődöntő, értékelt a BRS-e montenegrói játékosa. A csabai együttes a harmadik helyen zárta a bajnokság alapszakaszát, így a második pozíciót megszerző Nyíregyháza lesz az ellenfele az elődöntőben. Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc első találkozóját március 24-én rendezik a Szabolcsi városban. A csabai lányok közül Bodnár Dorottyának és Bodovics Hannának vannak tetoválásai. A játékosokat ezeknek a jelentéséről és történetéről kérdeztük meg. Bodovics Hanna szerint a tetoválás nem divat, hanem egyfajta önkifejezés. Éppen ezért a center úgy véli, hogy egyre több az ízléses és igényes tetkó. A fiatal játékos egy családdal kapcsolatos motívumot varratott magára először. Az én tetoválásom az 3 kör, ez egy közös tetoválása a testvéreimmel. A kör az minket szimbolizál. Ez a legkisebb egy vastagabb, ez lennék én, és nekik is ugyanez van, a középső testvéremnek, neki ugye a középső a legvastagabb, és a legnagyobbnak pedig a legnagyobb a legvastagabb. Már nagyon szerettünk volna egy ilyet, mert nekünk nagyon fontos a testvériség, és csak nehéz volt, mert 2 bátyám van egy olyat találni, ami rajtuk is jól mutat, de rajtam is, és ez nagyon tetszik nekünk, és csak pozitív visszajelzést kaptunk. Arra is rákérdeztünk a centernél, hogy tervben van-e a közeljövőben újabb tetoválás készítetése. Van egy ilyen mondás is, hogy akinek meglett az első, annak nem lesz utolsó, és nekem is nagyon tetszik, már barátnőmmel is beszéltük, szombathelyi barátnőimmel, hogy kéne egy közös tetoválás, úgyhogy én úgy érzem, hogy ennek még nincs itt vége. Én mindenképp ilyen kisebb tetoválásokat szeretnék, és hát az, hogy milyen tetoválás, egy gyerekkori barátnőmmel születésem óta ismerik egymást, és szomszédok vagyunk, és azt tervezzük, hogyha majd felnövünk, Szombathelyen együtt egymás mellett fogunk élni, ezért 2 egymás lévő kis házikót szeretnénk, és én valahol azt is kicsit ilyen elrejtettebb helyen, mert szerintem azért az jó, hogyha szeretnénk, meg tudjuk mutatni, de el is tudom rejteni, hogyha nem szeretném, hogy valaki lássa. Bodnár Dorottyának szemmel láthatóan rengeteg tetoválása van. Elmondása szerint mindig is tetszettek neki a jelentéssel bíró bőrmotívumok. Első tetkója épp úgy, mint Bodovics Hannának, a családjával kapcsolatos volt. Nekem igazából mindig is tetszett. Én sok emberre láttam, amikor még nekem egyáltalán nem volt, és akkor mondtam, ó, egy kicsit én is úgy szeretnék. És akkor csináltam elsőnek egy kicsit, ami itt van, a Family-t, az volt az első. És mondtam, hogy ó, jó, ez elég. És hát igazából, aki egyet csináltat, az utána úgyis elkezdés belelendül. De szerintem azért van egy határ. Például ilyen kézfej, arc, meg ezekre én nem csinálnám. Az egy dolog, hogy valaki csinálja, elfogadom, szóval nem nézem le, vagy ilyenek, de nekem azért az sok lenne magamon. Más embernek lehet, hogy jól áll, vagy olyan a stílusa, de nekem így az nem.
A center arra a kérdésre, hogy összesen hány tetoválása van, maga sem tudott pontos választ adni, de a meglévő tetkói jelentését és történetét elmesélte. A kezemet egy nagynak számítjuk, akkor van itt egy nagy, bár igazából ez a kicsi volt ott benne. Akkor itt van hátul még egy pici, ami nehezen látszódik, ez is a családdal van csinálva, ez azt jelenti cinco, hogy öt. Ez egy ötös szám, mivel öten vagyunk testvérek, de hogy mindenki csinált, meg az anyukánk, és akkor nekem a négy tesóm plusz anyuka, anyának az öt gyerekét jelenti, szóval ez mindenkinek van. A többi az, hát ilyen sok apróság van inkább, ez a legnagyobb. De a többi ez ilyen sok apróság, ez például a párommal, ez egy T és D, nem tudom, hogy mutassam, hogy látod. Akkor van ez a horoszkópom, a szűznek a jelentése. Akkor van ez a két dátum, ez az én két kisfiam, a kutyusaim. A fenti az a Paco, az alsó az meg a Diego. Meg a lábamon van még egy-kettő, meg az oldalamon is van egy-kettő, ami a kutyusom, vagy a párommal csináltattunk közös tetoválást, amit többet jelképez. Ez itt a kutyusom, ő itt a Paco, kis szemem fénye. És a többi igazából az állatbániám, szóval oda vagyok az állatokért, ha tehetném, akkor a szabadidőmben csak velük foglalkoznék. Majom ez egy egyik kedvenc állatom a kutya után, meg ez a többi is. Ez egy ilyen szerelem, állatszerelem van nálam. Az állati kar első eleme az elefánt volt, majd az alkotás hónapról hónapra bővült egy-egy újabb elemmel. Ez az elefánt volt legelsőnek. Ezt kint Thaiföldön csináltattam, mivel ott kint a szent állat az elefánt. És ahogy ott kinyaraltam, akkor gondoltam, hogy ezt oda magamra tetováltatom. És amikor ez ott volt, akkor gondolkoztam, hogy fú, amúgy kéne egy ilyen állatos kezet kihozni a karomból, valamit így köré építeni, és több állat, és akkor utána mondtam, hogy rakjuk be a kutyámat is, hogy ő is benne legyen, és akkor így elmondtam ezt a srácnak, aki tetovál itthon, hogy mondom, valamilyen kis állatosat próbálj nekem így összehozni a kezemre, így mindenféle állatot mondtam neki, és akkor így összehozta nekem elég szépen. Felülről kezdtük, mert igaz az elefánt volt meg, és akkor itt kezdte el építeni, de hát kellett neki több alkalom. Ahhoz képest elég gyorsan felépült, hirtelen, szóval nem ilyen évekről beszélünk, úgyhogy pár hónap alatt így ezt összehoztam, mert azért kellett pihentetni is, mert például alul nem is tudtam befejezni szezon közben, csak felül. És ezt a nyáron fejeztük be, mert szezon közben igaz itt érintek, és azért az ott nem lett volna jó. És ezt nyáron csináltam, itt lent fejeztem be nyáron, de felül a szezon közben tavaly fejezte be. Nem csak a játékos karján vannak motívumok, hanem több tetoválás található a jobb lábán is. A sípcsontomon van így körbe egy jel, így körbe van, igen, és hátul rovásírásba bele van írva, hogy bizalom. Elől meg van egy napocska és egy ilyen hold, ami azt jelképezi, hogy szeretet, harmónia, és mindjárt mondom, csak angolul tudom, faithfulness, love, harmony. És ezt a párommal csináltattam neki, és ugyanez van oda a lábára csináltatva. Bodnár Dorottya azt is elárulta, hogy miként választja ki egy-egy tetoválás helyét. Mindig úgy rakom, hogy ahol nekem tetszene, vagy ahol szeretném látni. Amit például a család, vagy ezt, vagy ezeket így igaz nap mint nap látom, szóval nem a hátamon van, vagy valahol, és azért jó, mert szeretem is nézni őket, meg hogy látszódjon, nem is másnak, hanem nekem. És a hely, azt én így kigondolom, vagy kikérdem a tetováló srácnak mondjuk a véleményét, hogy szerint ez ott jó-e oda, de általában mindig rábólintanak, meg hát nekem kell eldönteni, hogy én igazából hol szeretném látni. Úgyhogy így ezt elég egyszerűen kiszoktam találni, hogy hova, nem az a kisebb probléma, inkább azt mondom. Végezetül azt kérdeztük a centertől, hogy terben van-e a közeljövőben újabb tetoválás készítetése. Hát igazából van, igen, de nem ilyen óriási, tehát ilyen a karomon kívül szerintem nem lesz ilyen óriási nagy tetoválásom. A gerincemre terveztem így végig egyenesen, az is ilyen családdal kapcsolatos, de még nem tudom pontosan,
hogy mi, meg itt a vádlin, azaz itt a sípcsontomnál van, ami befejezetlen még, és akkor azt ott szeretnénk valahogy befejezni, de azt még nem tudom pontosan, hogy hogy, és így nem akarom elkapkodni egyáltalán, mert azért mégiscsak örökre rajtam marad, szóval jobban szeretem ezeket átgondolni. Ez volt a BRS-e TV 67. adása. Tartsanak velünk legközelebb is! Hajrá, BRS-e! Viszontlátásra!